Megújuló köznevelés. Hamarosan döntés születhet arról, lesz-e 9 éves általános iskola Magyarországon. Népszerű a Széchenyi folyószámla hitel. Mostantól már akár 50 millió forintot is igényelhetnek a legalább 2 lezárt pénzügyi évvel rendelkező kis- és középvállalkozások. Bizonytalan jövő év. A gyermek iskolai és ifjúsági fogászatok elveszíthetik praxisjogukat, mivel azt egy kormányrendelet értelmében nem csak az orvosokhoz, területhez is kötik majd. Hamarosan döntés születhet arról, lesz-e 9 éves általános iskola Magyarországon. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Erről a köznevelési intézményrendszer fejlesztésért felelős helyettes államtitkár beszélt a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szakmai tanévnyitó konferencián. A részletek még nem ismertek, a rendszer átalakításáról felméréseket végeznek, valamint egyeztetéseket folytatnak a döntéshozók az ágazatban dolgozókkal. A magyar oktatási reform körülbelül 5 évvel ezelőtt kezdődött el, a rendszer szintű, a tartalmi és a módszertani fejlesztés folyamatban van, ehhez szükséges a háttérintézmények átszervezése, amely már tavaly elkezdődött, és a tervek szerint 2016. februárjában fejeződik be. A legérdekesebb változás ugye a pedagógiai oktatási központoknak a létrejötte, ami a korábban Budapesten országos jelleggel működő oktatási hivatalnak a regionális feladatellátási egységeit jelenti. Ezek önálló szervezeti egységként, főosztályokként jöttek létre. Ennek is az új feladatellátási helyét, az emberállományát, struktúráját ki kell alakítani, úgyhogy izgalmas tanév elé nézünk. A Nyíregyházi konferencián a köznevelési intézményrendszer fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár az oktatási rendszer további megújításáról, fejlesztéseiről szólt. Ugyanígy a KLIK-nek a szervezeti átalakítása is ennek a egységnek a része, ami azt jelenti, hogy megyei szintre raknánk le sok feladatot, ami azért fontos, hogy egy kicsit dinamikusabbá tegyük a KLIK-nek a működését, tehát ez egy komoly SMS módosítást jelent, ami jelenleg folyamatban van, és most szeptemberben fog indulni és nyitni. Ez a háttér, hogy így mondjam. A többi rész, ami ezután jön, az elsősorban az EFOP fejlesztésekhez kötődik, azoknak a kiírásoknak az előkészítése jelenleg zajlik, és ezek az egységek lesznek, amelyek a forrását fogja biztosítani, hogy mind a tartalmi, mind a módszertani változtatásokat meg tudjuk tenni. A koragyermekkori nevelés kiterjesztéséről, hozzáférhetővé tételéről is szóltak a tanévnyitó értekezleten. A következő években azonban más változások is érinthetik a magyar oktatási rendszert. Gondolok az iskolaközpont fogalmának egyáltalán, hogy értsük, hogy mi az, hogy mennyiben hozna ez változás, hogy ez nem egy új típusú iskola, hanem ez funkciójában más, és miért jó, hogy ez így lenne esetleg, melyek legyenek ezek. Most a 9 év folyam kell, nem kell, milyen szerkezetű legyen a 9 év folyam. A helyettes államtitkár úgy véli, az oktatási rendszer változásairól párbeszédet kell folytatni az ágazatban dolgozókkal, ezért is szólnak a tervezetekről, lehetőségekről valamennyi megyei szintű tanévnyitó konferencián. Töretlenül népszerű a Széchenyi folyószámla hitel. Az átmeneti likviditási nehézségek kezelésére ideális konstrukciót alapvetően azok a vállalkozások vehetik igénybe, amelyek legalább egy teljes lezárt gazdasági évet fel tudnak mutatni. Mostantól pedig már akár 50 millió forintot is igényelhetnek a legalább 2 lezárt pénzügyi évvel rendelkező kis- és középvállalkozások. Az eddigi felső határ duplájára emelték a Széchenyi folyószámla hitel keretét. A bankok ezentúl 50 millió forintig fogadhatnak be kérelmeket a vállalkozásoktól. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei iparkamarában is máig a legnépszerűbb termék a Széchenyi kártya folyószámla hitel. 2015. januárjától 2015. augusztusáig több mint 220 vállalkozót regisztráltunk irodánkban, a kihelyezett hitel összege pedig megközelíti az 1,4 milliárd forintot. Népszerűségének egyik oka, hogy 2002 óta működő konstrukciót folyamatosan fejlesztik a vállalkozások igényeinek megfelelően. Így az egyik legnagyobb változás ugye most történt, hogy azok a kis, közép- és mikrovállalkozások, akik legalább egy éves lezárt üzleti évvel rendelkeznek, a korábbi 10 millió forint helyett 25 millió forintos hitelhez juthatnak,
akiknek pedig már két teljes lezárt üzleti évük van, akár 50 millió forintot is igénybe vehetnek. Azt, hogy melyik vállalkozás milyen hitelösszeghez juthat, az adott cég gazdálkodási likviditási mutatói határozzák meg. A vállalkozásokkal folyamatos kapcsolatunk van itt a kamarában, illetve a kollégáknak is, és egy felmérés alapján volt erre szükség, hiszen a korábbi 25 millió forintos hitelkeretre úgy néztük, hogy már kevés. Voltak olyan vállalkozások, akik ennek megfelelően már több hitelhez is juthattak, ugye a vállalkozásoknak a gazdálkodási adatai alapján. A hitel futamideje egyébként 1+1 év, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hitelszerződés az aláírástól számított 1 év múlva lejár, azonban további 1 évre meghosszabbítható, így a vállalkozás 2 évig tudja használni keretét. A gyermek iskolai és ifjúsági fogászatok elveszíthetik praxis jogukat 2016. január 1-ével, mivel azt egy kormányrendelet értelmében nem csak az orvosokhoz, területhez is kötik majd, tájékoztatta televíziónkat dr. Papp Katalin főorvos. A Gyermekfogászat és Fogszabályozási Társaság vezetőségi tagja kiemelte, a kormányrendelet országosan mintegy 380 fogorvost érinthet. Jövő év elejétől már nem csak személyhez, azaz orvoshoz, hanem területhez is köti a praxis jogot a változást hozó 2011-es kormányrendelet. A gyermek, ifjúsági, iskolafogászat elveszíti a praxis jogát január 1-ével. És ez nagyon nagy probléma, mert tulajdonképpen a praxis jog az egy vagyoni jog. És ezt feltétlen kellene, hogy térítésbe, illetve ezt anyagilag fedezzék, mert többen megvették a praxisokat, és az a pénz eltűnt, mert nem vagyoni jognak számít. A praxis joggal kapcsolatban, mivel hogy az iskolák, azok szintén az önkormányzatnak a területei, viszont az országos alapellátási intézet, illetve a tiszti főorvosi hivatal nem tudja hova tenni ezt a jogértelmezést, tehát ezen múlna az, hogy megkapják a praxis jogot. A jogbizonytalanságot okozó értelmezési kérdéssel kapcsolatban a Magyar Orvosi Kamara fogorvosi tagozata hónapok óta folytat tárgyalásokat az Országos Tiszti Főorvosi Hivatallal, valamint az Országos Alapellátó Intézettel is, azonban érdemi választ még nem kapott a kamara. Mi az Orvosi Kamara már több ízbe az államtitkár úr felé jeleztük ezt, de sajnos a mai napig nem oldódott meg a probléma, és szeretnénk, hogy Magyarországon a jól bevált gyerekfogászat, illetve iskolafogászat továbbra is működne. A változás mintegy 380 fogorvost érinthet, egy-egy szakember pedig akár milliós nagyságrendű vagyont veszíthet el januártól. Akár 500 ezer forintra is büntethető az év második felétől az a gazdálkodó szervezet, ahol nincs megfelelő képesítésű tűzvédelmi foglalkoztatott. Ez azt jelenti, hogy a cégeknek a tűzvédelmi veszélyességtől, alapterülettől, valamint a foglalkoztatottak számától függően kell középfokú vagy felsőfokú tűzvédelmi szakértőt alkalmazniuk. Azoknak a cégeknek kell tűzvédelmi főelőadót alkalmazniuk, ahol legalább 50 fő dolgozik együtt. A középfokú tűzvédelmi képzésre épül a tűzvédelmi főelőadói tanfolyam, ami felsőfokú OKE szakképesítést ad a résztvevők számára. A 9/2015-ös BM rendelet meghatározza, hogy hol kell középfokú, hol kell felsőfokú végzettségű szakembereket alkalmazni. Ez függ a létesítménynek a veszélyességétől, az alapterületétől, valamint az, hogy hány főt foglalkoztatnak. Minél több dolgozó, például 100 fő felett, már egy befogadó képesség felett szociális otthonoknál, iskoláknál, óvodáknál már felsőfokú tűzvédelmi szakembert kell foglalkoztatniuk. A cégeket 2015 második felétől ellenőrzik, és a mulasztókra tűzvédelmi bírságot szabhatnak ki a hatóságok. A bírságra egy rendelet konkrétan meghatározza, hogy maximum 500 000 forintig terjedő bírság szabható ki, ha valaki nem alkalmaz megfelelő végzettségű szakembert, és ez a bírság mindaddig ismételhető, amíg eleget nem tesz a kötelezettségének. Az új országos tűzvédelmi szabályzat idén márciusban lépett hatályba, és néhány nappal később a képzésekkel kapcsolatos előadásokat
előírásokat is megfogalmazták. Jellemzően minden vállalkozás és intézmény számára szigorodtak a tűzvédelmi előírások. A tűzvédelmi főelőadó képzésen veszek most jelenleg részt. A jogszabályi hátterek változása miatt szükséges az, hogy felsőfokú képzettsége legyen a cégnek fő tűzvédelemből. Jelenleg munkavédelemben dolgozom, és kiegészítésképpen jöttem erre a képzésre. A tűzvédelmi főelőadói szakképesítés 210 óra alatt szerezhető meg hétvégi tanfolyamokon. Ehhez érettségi és egy már meglévő középfokú tűzvédelmi képesítés szükséges. A 210 órás tanfolyam közel egyharmada a gyakorlati képzés. Drasztikusan csökkent az üzemanyagok ára mától. A 95-ös benzin literjéért 7 forinttal, a gázolajért 3 forinttal kell kevesebbet fizetni. A csökkentéssel a 95-ös benzin literenkénti átlagára 351-352 forintra, a gázolajé 346-347 forintra mérséklődött. A benzin literje egy hónap alatt 32 forinttal lett olcsóbb. Fékezés nélkül villanyoszlopnak ütközött egy személygépkocsi Nyírtelek belterületén. A 38-as számú főútvonalon történt balesetben az autót vezető nő megsérült, akiről kiderült, hogy alkoholt fogyasztott. A rendőrség vizsgálja a baleset okát és körülményeit. A tegnap délutáni baleset több háztartást is érintett, hiszen az áramszolgáltatást szüneteltették, mert le kellett kötni a vezetékeket a sérült oszlopról. Innovációs oktatási és közösségi központot alakítanak ki Berkeszen. Szolgáltatásai az iskolázatlanság és a munkanélküliség csökkentését szolgálják majd. A központról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Egy arany és egy ezüst érmet szereztek a magyar versenyzők a 2015-ös World Skills versenyen São Paulo-ban. A szakmák olimpiájaként ismert megmérettetést 2 évente rendezik meg, és a világ legügyesebb tanulói képviselik az országokat. Idén 63 ország, több mint 1200 versenyzője mérte össze tudását 50 versenyszámban. Ibrányi győzelemmel zárult a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság szomszédvári rangadója. A második fordulóban lejátszott mérkőzésen Gerlicki Máté együttese 5-1-re győzött Nagyhalászban. Új innovációs, oktatási és közösségi központok épülnek országosan 17 helyszínen. Az Európai Uniós támogatásból megalakuló központok és az általuk nyújtott szolgáltatások az iskolázatlanság és a munkanélküliség csökkentését szolgálják. Az egyik központot Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Berkeszen, a Vai kastély északi szárnyában alakítják ki. Az 1800-as években épült Vai kastélyt az 1950-es években bővítették, az északi és déli szárnyakra emeletet húztak fel. Az épület ezután hosszú évtizedeken keresztül gyermekotthonként működött, 15 éve azonban üresen elhanyagolt állapotban van a kastély. 2000-ben szűnt meg a gyermekotthon a Vai kastélyban, és azóta folyamatosan gondolkodunk, hogy mit is lehetne kezdeni az épülettel. 2015. júniusában történt egy hatalmas mérföldkő, amikor is a Tűr István Kutatóintézet az emberi erőforrások segítségével egy európai uniós projektben a 17 központhoz országosan Berkesz is bekerült. Ez a projekt 8,9 milliárd forintba kerül, és átlagosan mindegyik részen 390 millió forint kerül beépítésre, felújításra. A 4000 négyzetméteres kastély 1000 négyzetméteres északi szárnyát újítják fel teljesen, itt működik majd az innovációs oktatási és közösségi központ. A projekt keretében így az elméleti és gyakorlati képzéseknek, a közösségformálásnak is helyet adó terek létesülnek majd. Bízunk benne, hogy az új képzésekkel új munkahelyekre tudnak az itt kiképzett emberek, akik részt vesznek a képzésben, elhelyezkedni majd. A projekten belüli fejlesztés őszre fejeződik be, a település vezetése azonban azt szeretné, hogy a Vai kastély teljesen megújuljon. A berkeszi polgármester elmondta, tervük, hogy kollégiumot alakítsanak ki halmozottan hátrányos gyerekek számára, valamint a hatalmas épület egy része idősek otthonaként is működhetne.
Egy arany és egy ezüst érmet szereztek a magyar versenyzők a 2015-ös WorldSkills versenyen São Paulo-ban. A szakmák olimpiájaként ismert megmérettetést két évente rendezik meg, és a világ legügyesebb tanulói képviselik az országokat. Idén 63 ország több mint 1200 versenyzője mért össze tudását 50 versenyszámban. Magyarországot 13 szakmában 14 fiatal szakember képviselte az idei WorldSkills világversenyen. A legjobbak versenyén 4 napon keresztül teljesítenek meghatározott feladatokat az országok képviselői, amiket a szakértők együtt dolgoznak ki. Ebben az évben bútorasztalos szakmában 1 arany, valamint informatikai hálózati rendszergazda kategóriában 1 ezüst érmet nyertek a magyarok, de több kiválósági oklevelet is hazahoztak. Most ezen a versenyen 1200 versenyző jelent meg, 60 ország képviseletében és 50 szakmában versenyeztek. Ez egy igen nagy horderejű esemény volt. São Paulo-ban került megrendezésre, és itt a magyar versenyzők nagyon szépen szerepeltek. Én úgy gondolom, hogy ez egyik legsikeresebb WorldSkills versenyük volt most ez az elmúlt időszaki. A versenyen induló diákok nem csak szakmájukban sikeresek, nyelvtudásuknak is kiemelkedő szerepe van. A versenyen ugyanis angolul kapják a feladatokat. Egy szakmában 4-5 embert készítenek fel a versenyre, majd további selejtezők segítségével választják ki azt az egy embert, aki végül képviselheti az országot. Nagyon komoly előválogató rendszere van. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezi most már ezeket a felkészítéseket, illetve a versenyzőknek a kiutaztatását és a versenyzőknek a kiválogatását. Nagyon fontos az, hogy a versenyzők jól felkészültek legyenek szakmailag, de a szakmai felkészültségen túl informatikai ismeretekkel is kell rendelkezniük, illetve nagyon jól kell beszélni az angol nyelvet, hiszen a feladatokhoz kapcsolódó instrukciókat angolul kapják, ott kommunikálni kell egymással is. A 2018-as WorldSkills olimpiát Magyarországon rendezik meg. A következő 2,5 évben azon dolgoznak majd a megyében, hogy a térségből is képviseljék az országot. Ébrányi győzelemmel zárult a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság szomszédvári rangadója. A második fordulóban lejátszott mérkőzésen Gerlicki Máté együttese 5-1-re győzött Nagyhalászban. A rangadónak indult, sima vendéggyőzelemmel zárult a Nagyhalász-Ibrány találkozó, amely mindkét csapat számára az évmeccsének számít. A vendégek ezúttal más minőséget képviseltek, mint a házigazda, a szünetben már 3-0-ra vezettek az ibrányiak, az 5-1-es végeredmény pedig nem is igazán fejezi ki a két csapat közötti különbséget. Az ibrányiak a dobogót célozták meg, és bármit csak 2 forduló telt el a bajnokságból, úgy tűnik, jó úton jár Gerlicki Máté együttese. Nem feltétlenül csak az újak húzzák ezt a csapatot, hanem már a régi mag az egy nekem megfelelő mag volt. Olyan játékosokat szerettem volna hozni a nyáron, akik játékban tudnak nekünk segíteni a labdabirtoklásban, de hát szerintem ma is látszott, hogy erre helyezzük a hangsúlyt. Úgyhogy ebben mindenféleképpen előre léptünk, és ezáltal azért több helyzetünk is van. Ezekben most már azért többet be tudunk lőni. A tavalyi évben ez volt a problémánk, egyik legnagyobb problémánk, hogy nem volt annyi helyzetünk, ebből kevesebb gólt lőttünk, így kevesebb lett a pontunk is, most azért erre van esély, hogy elmozduljunk pozitív irányba. A hazaiak edzője szerint a rossz taktika vezetett a súlyos vereséghez. Megtisztelő még mindig számunkra, hogy egy ilyen szintű csapat, mint az Ibrány, az év meccseként kezeli ezt a mérkőzést. Természetesen mi is így vagyunk ezzel. Azt mondom, bevallom őszintén, hatalmas edzőhiba volt, ez az én hibám volt az egész. Egy idézettel is alátámasztanám, hogy gyáma lépnek, nincs hazája. Szerettünk volna az elején egy kicsit puhatolózóbb játékot kieszközölni, kikényszeríteni. Az ellenféltől nem sikerült, belerohantunk sajnos, ez az igazság. A forduló további eredményei: Kemese Gyulaháza 2-2, Nagyecsed Máté Szalka 2-1, Baktolórendháza Sényő 1-3, Tiszavasvári Tuzsér 1-1, Nyírgyulaj Tiszalök 6-0, Mándok Szakoly 2-0 és Tiszakanyár Fehérgyalmat 4-0. Két fordulót követően a Nyírgyulaj, az Ibrány és a Tiszakanyár 100%-os a megyei első osztályban, 4 csapat, a Baktolórendháza, Máté Szalka, Nagyhalász és a Tiszalök pedig még nem szerzett pontot. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden.
Hamarosan döntés születhet arról, lesz-e 9 éves általános iskola Magyarországon. Erről a köznevelési intézményrendszer fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár beszélt a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szakmai tanévnyitó konferencián. A részletek még nem ismertek, a rendszer átalakításáról felméréseket végeznek, valamint egyeztetéseket folytatnak a döntéshozók az ágazatban dolgozókkal. Töretlenül népszerű a Széchenyi folyószámla hitel. Az átmeneti likviditási nehézségek kezelésére ideális konstrukciót alapvetően azok a vállalkozások vehetik igénybe, amelyek legalább egy teljes lezárt gazdasági évet fel tudnak mutatni. Mostantól pedig már akár 50 millió forintot is igényelhetnek a legalább két lezárt pénzügyi évvel rendelkező kis- és középvállalkozások. A gyermek iskolai és ifjúsági fogászatok elveszíthetik praxis jogukat 2016. január 1-ével, mivel azt egy kormányrendelet értelmében nem csak az orvosokhoz, területhez is kötik majd, tájékoztatta televíziónkat dr. Papp Katalin főorvos. A gyermekfogászat és fogszabályozási társaság vezetőségi tagja kiemelte, a kormányrendelet országosan mintegy 380 fogorvost érinthet. A Kölcsei Televízió szerdai hírműsorát látták. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Híreinket addig is természetesen megnézhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, leszálló légmozgás és a dél felől fölénk áramló egyre melegebb száraz levegő alakítja időjárásunkat a következő napokban. Éjjel többnyire derült idő várható, csapadék nem valószínű, pára és kötfoltok megjelenhetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 fok körül alakul. Holnap napközben napos idő várható fátyol, illetve gomoly felhőkkel, csapadék nem lesz, a déli szél mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29-30 fok körül alakul, hidegfronti hatás van térségünkben. Strandidővel búcsúzik tőlünk a meteorológiai nyár, és így kezdődik az ősz is. Péntektől országszerte 30 fok felett alakul a délutáni hőmérséklet, és ez tart nagyjából a jövő hét közepéig. Ekkor érhet el bennünket egy hideg front. A hosszabb éjszakák már felfrissülést hoznak, ezért a mostani meleg talán már kevésbé lesz megterhelő a szervezet számára.